Üdvözöllek, én Molnár Viktor vagyok. És úgy döntöttem, hogy csinálok egy videót, mert azt gondolom, hogy a mai világban, hogyha valaki nem ott tart, mert hogy ez itt egy új évezred valójában, ahol szeretne, akkor igazából csak a tudás hiányzik neki, amit érdemes hozzá megszerezni. És arra gondoltam, hogy én nem leszek szegényebb attól, hogy elmondom, hogy tudok, viszont te lehet, hogy gazdagabb leszel tőle. És nekem nagyon zavar, hogy a mai világban megpróbálják az embereket ilyen hülyén tartani igazából. Elzárják valójában attól az információtól, hogy a 21. század az nem a rabszolgaságról, meg ilyesmiről szól. Nyilván van néhány év mögöttem, amíg ezeket fel kellett fedeznem, de mondjuk ezzel a videóval ezt így pár percben át lehet ugrani. És ha valaki nekem fiatalabb koromban mutatott volna egy ilyen videót, akkor biztos, hogy sokkal gyorsabban értem volna el azt, azt az életet, amit most élek. És arra gondoltam, hogy talán ez az üzenet, ez hasznos lesz számodra, hogy hasznos lehet, és akár elindíthat egy olyan sorozatot is, amiben tudok neked igazából segíteni abban, hogy a céljaidat sokkal gyorsabban érd el, mert nagyon kalandos volt ideig eljutni egyébként, ahol most is vagyok. Ez a helyszín, ez Lombok szigete egyébként, Bali, hogyha úgy jobban ismerős, tehát Indonéziának egy része. Csodálatosan szép hely, 24 darab vízesés van. Ez a hotel, ez pazar, ez gyönyörű szép. És azt gondolom, hogy ez másnak is jár. Más is megérdemli ezt, mert hogy egy új kultúra az valójában erről kéne szóljon, hogy ne gályázzon az ember reggeltől estig, akár egy vállalkozásban, vagy akár egy alkalmazotti létben. Ezt egyébként a megengedés így kezdtem, tehát elmondom, hogy honnan indultam. Én munkás családban születtem egyébként, tehát anyukám és apukám is munkavállaló volt. Én nem kaptam semmilyen üzleti képesítést, meg nem vett anyuci apuci nekem BMW-t 18. születésnapomra, hanem igazából ők mindenért megdolgoztak. Tök szép gyerekkorom volt egyébként, én nagyon hálás vagyok nekik. Mindig elmentünk valami szép kis helyre nyaralni, meg olyan jó közép kategóriában éltünk, már így a munkás családoknak az életében. De volt egy bácsikám, aki üzletember volt, és őt én nagyon figyelgettem. Ő az apukám testvérének volt a férje. És nekem mindig olyan titok volt, hogy az üzlet ez mi lehet, tehát hogy nem volt számomra kézzelfogható ez a történet, de úgy tudtam, hogy ez a bácsikám az üzlettel foglalkozik, és ők egy picit jobban, tehát nekik mondjuk nem barbúk, nem ladájuk volt, meg mit tudom én, szóval egy picit így jobban élt. De mindegy, nem tudom, hogy ennek indítatásából akartam én mindig is valamilyen saját üzletet. Én vendéglátósként végeztem, és érdekes módon már az első munkahelyemen is azon gondolkodtam, hogy egy saját étterem kéne, és 24 éves koromra ezt egyébként elértem. Előtte mindenféle dolgoztam külföldön, Magyarországon, és tehát gyakorlatilag az összes időmet eladtam pénzért, de rájöttem, hogy ez nem megoldás, tehát csak ez a jó, hogy kell egy saját vállalkozás, és azért vezetlek ebbe be, mert ez is a része a képzésre, amit én megtanultam magáról arról, hogy egy meló az mindig is egy meló marad. Meg igazából én azt gondolom, hogyha egy férfi, vagy most már egy nő is igazából, mert egy olyan társadalomban élünk, hogy emancipáció, tehát a férfiak és a nőnek is valamit létre kell önállóan hozni. Az, hogy az identitása 1000%-ban rendben legyen. Én azt gondolom, hogy férfiként egy alkalmazotti lét az egy olyan kiszolgáltatott helyzet, amit egy férfi biztos nem tud kezelni. Tehát számomra az lehetetlenség egyébként. De nyilván a nők is most már szabadok akarnak lenni, hál' Istennek, tehát hogy most nincs ilyen
megkülönböztetés a férfi és a nő között, tehát a nők is kell egy önálló élete legyen, az pedig nem lehet máshogy, mint hogy saját maga irányítja az életét, mert ellenkező esetben döntenek, hogy ide rakják, oda teszik, ide hívják, oda hozzák, ez egy alkalmazott lét, ebben csak az ember az idejét pazarolja. Tehát kellett egy saját változás, de érdekes módon, amikor meglett a saját éttermem, 24 éves koromban ez egy panzi étterem volt, amit béreltem, nekem sose volt pénzem vállalkozni, tehát hogy nem tudtam onnan kérni, de szövetségek kötöttem egy befektetővel, hogy segítsen a panzió étteremnek a felújításában, és így majd, hogy nem egy új kis panzió éttermet sikerült megnyitni 24 éves koromban. Ez egy nagyon érdekes kaland volt egyébként. Akkor még én úgy érzem, hogy nem is volt annyira fókuszban a saját életem, hanem inkább a szakmai célok voltak számra előtérben. És azért járt a fejemben folyamatosan saját üzletként az étterem. Ez azért mennem, mert most már éttermem van igazából, tehát teljesen a tanult szakmámtól teljesen távolabb állok, de ezzel sikerült azokat a célokat megvalósítani, amit valóban szerettem volna. Tehát hogy is fogalmazzak, tehát hogy a munka szempontjából tök jó volt, a saját üzletem jól működött, már Mezőkövesden az összes valamire való rendezvény az én szervezésem alatt áll, tehát így büszke voltam rám, meg szüleim is büszkék voltak rám igazából, de akkor jutottam el odáig, hogy na most akkor egy nagyot kellene lépni, mert ez egy bérlemény volt egyébként, ez a vállalkozás, tehát béreltem ezt az üzletet, és utána döntöttem, hogy na most akkor valami nagyobbat kéne lépni, és venni kéne egy saját éttermet, panziót, és akkor nyilván lett volna benne hitel, meg az 10 év alatt így letermeli az ember, és akkor utána van egy saját ingatlanja is, tehát nem csak a vállalkozásom, hanem az ingatlan is a saját tulajdona. De én azt vettem észre, hogy nem lett több időm. És az volt az érdekes, hogy nekem életem szenvedélye volt a motorozás, és megvettem az első sportmotoromat, az első millióját nehéz az embernek megkeresni. Én az első milliómat azt elkötöttem motorra, egy sportmotort vásároltam, csak utána volt időm használni. Tehát akkor kezdtek el inkább a saját célok kikristályosodni, és hál' Istennek, mielőtt belementem volna egy nagy 150 milliós beruházás lett volna egyébként ez a másik panzőétteremnek, hát hotelnak a megvásárlása, akkor ez egy nagy összeg volt egyébként, kb. 10-20%-et rendelkezés a készpénzben, hogy többit a hitelből kellett volna megfinanszírozni, de ez normál volt akkor a vállalkozónknak, csak amit kinéztem. Hál' Istennek, hogy megnéztem a tulajdonosát egy ilyen nagy hotelnak, hogy ő hogyan él igazából, és azt láttam, hogy iszonyan elfoglalt, tehát sok-sok pénz van, de az ideje nulla. Tehát, hogy van egy nagy-nagy vállalkozása, de az élete az így kicsi. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy kell-e ez nekem egyáltalán. Óriási nagy szerencsém van, hogy ezt akkor átgondoltam, mert aki belement ilyen devizahiteles finanszírozásba, hát azok elképesztően nagyot veszítenek, nagyon becsapták ugye a világot, ez, vagy nem az ország, ez a devizahiteles történettel, és rengeteg vállalkozó rettenetesen elvérzett ebben, úgyhogy hál' Istennek nem mentem ebbe a sztoriba bele. Ez annak volt köszönhető, hogy rám talált akkor egy amerikai üzletember, és elkezdtem egy másik vállalkozási formával foglalkozni a vállalkozásom mellett, elkezdtem úgymond játszadozni vele, és ennek köszönhető egyébként az, hogy most itt vagyok, és hogy ilyen életmódot élek, mert hál' Istennek ez a vállalkozás, ez pénzt és időt is termel együtt. Így azt is megteheti az ember, hogy nem az a lényeg, hogy most valaki eljut-e ilyen helyre, vagy nem, de még spórolt pénzből is el lehet jutni. Tehát csodálatosan szép ez a hely, de nem az a lényeg, hogy valaki ide el tud-e jutni, vagy nem tud eljutni, meddig tud maradni. De meddig csavarghat itt az indonéz szigetvilág? Miért a párommal úgy döntöttünk, most 3 hete csavargunk itt az indonéz szigetvilágba, de valójában ő állatorvos egyébként, az én vállalkozásom az tudná azt, hogy még tovább is maradjunk, hogyha szeretnénk, mert itt van a kezemben a vállalkozás, a telefonomban van az egész üzlet, ugye ez egy virtuális franchise-nak foglalkozom,
És itt van a, a telefonkészülékemből gyakorlatilag a vállalkozásom, és hogyha nem csinálom, akkor is pénzt termel. Ebből meg egy picit vissza fogok térni, mert hogyha keresel esetleg valamit, én most szeretném bővíteni a vállalkozásomat, és keresek további partnereket, egy óriás örökséget kaptunk valójában ettől az amerikai üzletembertől, akivel én akkor megismerkedtem. Sajnos az év elején ő meghalt. Saját sugárhajtású repülőjével egyébként lezuhant, és ránk hőtt tehát mi visszük tovább valójában azt, amit nekünk tanított. Ez az ember egy óriás nagy örökséghez, és ehhez keressük most azokat a partnereket, akikkel továbbfejlesszük ezt az egész programot, amit ő tudásban és értékben gyakorlatilag ránk hagyott. Nem ígérem azt, hogy neked erre lesz lehetőséged, de mindenképpen próbáld meg, tehát jelentkezz, és meglátjuk, hogy tudunk-e ez ügyben együttműködni, vagy van-e egyáltalán erre szükséged, ezt a tudást függetlenül attól meg fogom osztani veled. Szóval a lényeg az, hogy nem mentem bele ebbe a panziós sztoriba, hanem 30 éves koromban ezt befejeztem, és másodállásban létrehoztam valamit, ami elkezdett nagyon szépen termelni. Igazi trendi szépségipari termékekkel kezdtem el foglalkozni, jelenleg is ebben hiszen a fogyasztói társadalomban szerintem a legjobb egy csodálatosan jó termék, ami igazából piacra kerül, és ebben részt venni, az már egyenlő a sikerrel, bármennyire is ismeretlen valaki számára ez a világ, hiszen az öregedés gátlásnak az iparágát, ez volt az első dolog, amit az amerikai üzletember meg tanított nekem, 5 kulcspontot tanított egyébként, az első, hogy legyen trend az, amit csinálok. Későbbiek folyamán meg fogom osztani ezt az 5 kulcspontot, hogy mire érdemes figyelni akkor, amikor az ember üzletet választ. Az, hogy trend legyen az, amivel foglalkozunk, hát ugye a népesség robbanásnak köszönhetően ez az óriás nagy embertömeg, aki a második világháború után született, ezek létrehozták az anti-aging üzletágat, ezt az öregedés gátlását. Nem akartak megöregedni, tehát szépen akartak valójában megöregedni, vagy akarnak ezek az emberek, hiszen még mindig tart az ő életük, és a legnagyobb kereslet nekik erre az öregedés gátlás, hogy a nyugdíjra volt. Szóval visszatérve ott, köszönöm, hogy meghallgat, ez egy pici ilyen bemutatkozás volt, amit én mondani szerettem volna. De a lényeg az, hogy én nem megfeszültem az, hogy ezt a panzi éttermet akkor létre tudjam hozni. Kimutam külföldön, spóroltam, pénzítettem, ahhoz, hogy el kell indítani egy változást. És nem tudtam arról, hogy nem kell a pénz ahhoz, hogy az ember vállalkozzon, hanem elég, hogyha a tudást megszerzi. Ugye Tom Kemél volt a Magyar Marketing Szövetségnek az elnöke, és érdekes módon már nehéz rágooglizni, most meghalt egyébként ő is sajnos, ő mondjuk betegségben, vagy ilyen öregségi gyengeségben halálozott el, de ő is az egyik nagymesterem volt. És az a mottója fönn az interneten, amit érdekes módon most nem nagyon lehet megtalálni, valahogy úgy szólt, hogy egy új osztálystruktúra bontakozik ki a szemünk láttára, aki nem a föld tulajdonból, hanem a tudásból nyeri a hatalmát, és ebből valósítja meg az álmait. És hogy érdekes, hogy a hatalom most már mindannyiunk számára hozzáférhető. És volt egy mottója, hogy aki sajnálja az időt, vagy a pénzt a tudás megszerzésére, az nem számol a tudatlanság árával. Óriási ez a mottó egyébként. Hogy ő jut eszembe akkor, amikor ő jutott eszembe akkor is, amikor ezt a videót elkezdtem megcsinálni, hogy valójában hányan szenvedhetnek a tudatlanságnak a hiányában. Tehát sokan azt hiszik, hogy a világnak világ szegénységének felszámolása, az pénz szükséges, de nem, mert egyszerűen csak tudás szükséges, hiszen már egy telefonkészülékkel el lehet indítani olyan virtuális franchise vállalkozást, amivel
amivel igazából nem hogy család lehet, hanem olyan életmódot lehet, családot lehet eltartani, hanem olyan életmódot lehet élni, amiért tényleg csak a filmeken szeretett volna az ember. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a kis bemutatkozó videót. 5 kulcspontról fogok neked beszélni a közeljövőben. Ez az 5 kulcspont az, ami nekem teljes mértékben megváltoztatta az életemet, és megpróbálok néhány olyan tudást még megosztani valad, ami segítségedre lehet abban, hogy változást érjen, hogy te is fel tudsz zárkózni a 21. századba, azért, mert ha azt hiszed, hogy neked ez nem lehetséges, vagy azt hiszed másnak, akkor tévedsz, akkor becsaptatél, vagy még nem szerezted meg azt a tudást, ami ehhez szükséges. Én ezt odaadom neked. Teljesen ingyen, én nem kérek ezért semmit. Az időd így is úgy is el fog menni, nézel ezt azt a neten, hogyha úgy döntesz, hogy ezt a sorozatot megnézed, én azt gondolom, hogy olyan tudással fogsz gazdagabb lenni, ami akár az életedet is megváltoztathatja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és hamarosan újra találkozunk. Hello!